úgy indultunk el, hogy neki az alapálló képességével semmi probléma nem volt. Tehát az edzéstervben látszik, hogy ezt mondjuk egy teljesen kezdő emberrel eszem a hágában nem lett volna megcsináltatni. Mivel az állóképessége adott volt még hozzá, az átlagnál jóval jobb állóképességgel rendelkezett a feedback óráknak köszönhetően, így az erőállóképesség fejlesztésére helyeztem utána a hangsúlyt. Nem hipertrófiás edzést kapott, ezért nem nagy súlyokkal dolgoztunk, hanem kifejezetten arra mentünk rá, hogy a nyers puszta erejét növeljük, ami ehhez a túrához kelleni fog majd neki. Szuperszettekben dolgoztattam őt, cross-training alapú edzéstervvel, a hot iron óra típusnak az alapelemeit használtam fel. A Gábor egyébként járt a hot iron órákra is, ott tanítottam meg neki a gyakorlatok helyes kivitelezését, és utána a személyi edzésem már ez egy nagyon pörgős, dinamikus és folyamatosan váltakozva terhelt izomcsoportokkal haladó edzéstervén nőtte ki magát. Sok pihenő nem volt benne, sőt, attól függően, hogy éppen milyen állapotban érkezett meg az edzésre, mennyire volt fáradt az előző héttől, volt többször is, amikor egy szuperkompenzációs időszakot kellett tartanunk, mert nagyon sok edzése volt a hetekben. Váltakozva épült fel az edzésterve, tehát volt benne állóképességi rész, volt benne erőállóképességi rész, és volt benne gyaloglás is emelkedőre föl, amit pedig nagy súllyal a hátán végzett.